Folytassuk is tovább az élelmiszer és vegyi ára eladó. Tudnivalóit az élelmiszereket felépítő anyagokkal. A táplálkozás az ember legfontosabb szükséglete, az élelmiszereket felépítő anyagokból az emberi szervezet új sejteket, anyagokat hoz létre. Ezzel biztosítja az egyes szervek, izmok működéséhez szükséges energiát az ideális hőmérsékletet, sejtépítéssel szükséges anyagokat, az emberi testet felépítő sejtek anyagai az életműködés során lebomlanak, átalakulnak. Újbóli felépítésükhöz tápanyagokra van szükség. Az élelmiszereket alkotó anyagok között vannak a szervezet számára fontos, nélkülözhetetlen és kevésbé fontos anyagok. Tápanyagok a fehérjék, a szénhidrátok, a zsíradékok, a vitaminok és az ásványi anyagok. A szervezet egészséges működéséhez létfontosságú, hogy mennyiségben és minőségben optimális legyen a felvett tápanyag, különben számos probléma jelentkezhet. Ha valaki nem jut elegendő tápanyaghoz, akkor éhezik a szervezete, ami mennyiségi éhezésnek is nevezhetünk. De az is probléma, ha valaki elegendő élelmiszert, ételt fogyaszt el, de annak minősége, tápanyag és eszenciális összetevő tartalma kifogásolható. Ebben az esetben minőségi éhezésről beszélünk. A táplálkozási mennyiség és minőségi hiány különböző táplálkozási hiány betegségek forrása lehet. A víz szerepe a szervezetben. A víz minden élő szervezet életműködésének fantartására nélkülözhetetlen. Víz nélkül csak néhány napot bírnánk ki. A felnőtt emberi szervezet víztartalma a testtömegének kb. 70%-a. A víz feladata többszintű a szervezetben. A tápanyagok oldószere és szállító közege. Rész vesz a szervezet hőszabályozásában is. Az ember napi átlagos víz szükséglete. Két és fél és három liter között van. Minden élelmiszer tartalmaz különböző százalékben vizet. Az élelmiszerek víztartalma változó. A szabad víztartalom eltávolítása után visszamagadó rész a szárazanyag. A szervezetbe kerülve a szárazanyag, szárazanyag egy része hasznosul, más része pedig salakként kiválasztódik. A tápanyagokat a víz oldja fel, így az emberi szervezet számára feldolgozhatóvá válik. A víz biztosítja az élelmiszerek frissességét és az élelmiszerek emésztetőségét is. Minőségi élelmiszerellátásnál nagy hangsúlyt fektetnek az élelmiszerek eszenciális tápanyagaira. Eszenciális, azaz nélkülözhetetlen tápanyagok azok az összetevők, amelyek az emberi szervezet nem képes ugye előállítani. Készen kell kapnia, Nélküli, nélküle az ember meghalna. Ugye ez az eszenciális összetevő. Az eszenciális alkotók építik fel a teljes értékű tápanyagokat. Eszenciális alkotók szinte valamennyi tápanyag között megtalálhatók, mind a növényi, mind az állati eredetű élelmiszerekben. A tápanyagok és a szervezetben betöltött szerepüket az alábbi táblázat foglalja össze, amit itt láthatunk a képen. Ugye alaptápanyagok, ugye a sejtépítők, energiát adók, fehérjék, szénhidrátok és zsiradékok. Ezek az alaptápanyagok védőtápanyagok a szervezet egészséges működését biztosító anyagok, vitaminok és ásványi anyagok, járulékos anyagok, az élelmiszerek élvezeti értékét növelő anyagok, tehát íz, szín, illat és állománya anyagok. Ismételjük át még egyszer a tanulás kedvéért. Alaptápanyagok, sejtépítők, ugye a fehérjék, energiát adók, ugye a szénhidrátok, és a zsiradékok. Védőtápanyagok, ugye a szervezet egészséges működését biztosító anyagok, tehát a vitaminok és az ásványi anyagok. Járulékos anyagok, tehát az élelmiszerek élvezeti értékét növelő anyagok, tehát íz, szín és illat, és állományjavító anyagok. Alaptápanyagok. Az alaptápanyagok olyan tápanyagok, melyekre szervezetünkben minden nap szükség van. Az emberi szervezet számára az alaptápanyagok biztosítják a munkavégzéshez, a pihenéshez, az élethez szükséges energiát. Amennyiben a megfelelő mennyiséghez az emberi szervezet nem jut hozzá, károsodás léphet fel, sőt halál is bekövetkezhet. Eszenciális tápanyagok azok az összetevők, amelyeket az emberi szervezet nem képes előállítani. Készen kell kapnia, nélküli az ember megbetegedne és meghalna. A korszerű élelm élelmiszerek eszenciális alkotókban gazdagok. Azokat az élelmiszereket, amelyek nagy mennyiségben tartalmazzák az eszenciális alkotókat, teljes értékű élelmiszereknek nevezzük. Alaptápanyagok ugye a fehérjék, szénhidrátok és a zsiradékok. Nézzük is meg akkor a fehérjék szerepét a táplálkozásban. Egyszerű vegyületekből, aminosavakból épülnek fel, tudományos nevük proteinek. A fehérjék a szervezetben állandóan lebomlanak és újra képződnek. Az emberi szervezetben ezekből 20 féle fordul elő. Nem mindegyiket képes az emberi szervezet előállítani. Ezért a táplálkozással kell bevinni őket. Az emberi szervezet felépítéséhez ezekre az aminósavakra is szükség van, ezeket nélkülözhetetlen, tehát ezeket nélkülözhetetlen, azaz eszenciális aminósavaknak nevezzük. Teljes értékű fehérjéket az állati eredetű élelmiszerek tartalmaznak. A növényi eredetű élelmiszerek hiányosak az eszenciális ö, aminósavakban. A növényi eredeti élelmiszerek közül a gomba, a szója, a kakó, kakaóba tartalmaz teljes értékű fehérjét. A növényi eredetű ételek tudatos párosítását egymással való tápértékben mutatkozó kiegészítést, illetve teljes értékű vételtet komplettálásnak komplet nevezzük. Tehát komplettálásnak nevezzük ezt mikor a növényi és meg állati eredetű fehérjét is beviszünk a szervezetünkbe. A fehérje komplettálás során úgy válogassuk össze a különböző nyersanyagokat, hogy azok együtt jól emészhetőek legyenek, és egymást a minósabb összetétülökben is kiegészítsék. Ezeket együtt fogyasztva sokkal értékesebb fehérjékhez jutunk. A sejtépítésre fel nem használt fehérjékből a szervezetünk energiát állít elő, mértékegysége ugye a Joule, tehát 1 g fehérjéből 17,2 kJ energia származhat. A fehérjék táplálkozásban betöltött szerepe, ugye sejtek, szövetek építőanyaga, nélkülözhetetlenek ugye a sejtépítésben, sejtépítők és sejtmegújítók lebontásuk során energiát szolgáltatnak. Jelentős szerepet tölt be, a védőképesség megtartásában. Részt az izomtevékenységben, segíti a szövetek, szövetek rugalmasságát. Részt vesz a szervezet növekedésében, a fejlődés biztosításában, létfontosságú szerves vegyület, enzimek, immunanyagok, hormonok, alkotó részei, mely révén sok élettani funkciót szabályoznak. A fehérjékben gazdag és magas víztartalmú élelmiszerek romlékonyabbak, ezért távolásuk nagyobb gondosságot igényel. Nézzük majd akkor a szénhidrátok szerepét a táplálkozásunkban. A szénhidrátok a növényvilág építőkövei, az emberiség legfontosabb energiaforrásuk, energiaforrásai. A levegőben lévő széndiokszidből és vízből keletkeznek a napsugárzó energiájának hatására, szerepük. Energiát szolgáltatnak, szervezet vércukorszintjét szintjét egyenletesen tartják, viszonylag könnyen emészhetőek kivéve a cellulóz, gyorsan felhasználható raktározott tápanyagok, az élelmi rostanyagok a bélcsatorna működését segítik. Röviden ennyit a szénhidrátokról. Vannak cukorszerű szénhidrátok és nem cukorszerű szénhidrátok. A cukorszerű szénhidrátok édesízűek vízben jól oldódnak, a szervezetben könnyen felszívódnak, tehát gyors energiaforrás, ha túl sokat fogyasztunk belőle. A fel nem használt rész zsírá alakul és elhízáshoz vezethet. Tehát ez ennyit kell tudni a szénhidrátokról, ezek a cukorszagú szénhidrátról. Tehát gyors energiaforrás, ha túl sokat fogyasztunk belőle, és ugye nem használjuk fel az egész cukortartalmat, ugye a szervezetünkbe, akkor az el kell alakulni, és elhízáshoz vezethet. Szénhidrát például a szőlőcukor, más néven Glukóz. Tehát a szőlőcukor a glukóz. A szőlőcukor a tápcsatornába, tápcsatornába lebontás nélkül tud felszívódni. Így a vérbe kerülve közvetlenül energiát szolgáltat. A sportolók táplálkozásában is fontos szerepet tölt be. A betegek mesterséges táplálására használt infúzió is tartalmaz szőlőcukrot, magyarán glukoszt. Ez a szőlőcukor. A gyümölcscukor, ugye a fruk fruktóz, le is írom. Fruktóz, ugye a gyümölcscukor gyümölcsökben, mézben fordul elő. A répacukor, szaszha róz. Mindjárt leírom. Tehát szaszha A növényekben tartalék tápanyagként fordul elő. Igen, ez a répacukor. tehát szacharóz a répa cukor. Malát a cukor, ugye a maltóz. Maltóz, magát cukor. Csírázó abban a magvakban a keményítő bontása során keletkezik. A sörgyártás alapja. Van még ugye a tejcukor, az a laktóz. A természetben csak a tejben fordul elő, édesítő ereje kicsi. Fontos szerepet kap a csecsemők táplálkozásában és a tejtermékek előállításánál. És van még a glaktóz, ugye ami a tejcukor egyik összetevője. És vannak még a nem cukorszerű szénhidrátok, tehát poliszhacharidok, sok egyszerű cukormelekülából felépülő vegyületek, vízben nem, vagy csak rosszul oldódnak, és nem édesek. Ide tartozik ugye a keményítő. Növények tartalék tápanyaga. Tehát most olyanról beszélünk, ami nem cukorszerű szénhidrát. Tehát a keményítő, a dextrin, a következő a keményítő laboratóriumi terméke, kenyérhely. Glikogén, emberi és állati szervezet tartalék szénhidrátja májban és izomban található. A cellulóz növények rostanyaga a szervezet nem tudja lebontani, de az emésztéshez szükséges naponta körülbelül. 30 g rostanyagra lenne szükségünk. A pektin gyümölcsökben van. Az agar-agar. Tengerű moszatok szénhidrátja. Jó kocsonyásító anyag. Cukrászat használja. Ugye az agar. Agarról beszéltünk. Az inulin. Gyümölcs cukrokból áll, csicsóka tartalmaz nagyobb mennyiséget, a gyümölcscukor előállítási kiindulási anyaga. Tehát inulin. Gyümölcs cukrokból áll, csicókat tartalmazza a nagyobb mennyiséget, a cukor előállításának kiindulási anyaga. A szénhidrátok kémiai elnevezését érdemes megjegyezni, mert a termékek csomagolásán sok esetben a kémiai elnevezés szerepel. A szénhidrátok az emberi szervezetben, az izmokban, a májban, a vérben energiaforrás szerepet is betöltenek. Az összetett szénhidrátok enzimek segítségével egyszerű cukorrá bomlanak nagyobb részüket a szervezet energiatermelésre használja fel, vagy sejtekben széndiokszidra és vízre bontja. Ehhez a folyamatokhoz oxigénre van szükség. A feleslegben fogyasztott szénhidrát kisebb részét a szervezet glikogén formájából raktározza, nagyobb részét pedig zsírá alakítja, ami elhízáshoz vezethet. Ha a szervezet nem kapja meg a szükséges szénhidrát mennyiséget, akkor anyagcsere zavar lép fel. Táplálkozásunk akkor helyes, ha a napi energia szükséglet felét megfelelő szénhidrátokból fedezzük. Az emberi szervezet napi szénhidrát szükséglete testtömeg kilogrammonként 4-6 gram. Magas szénhidrát tartalmi élelmiszereink ugye a cukor, méz, gabonák és fádolgozott termékeik. Gyümölcsök és a zöldségfélék, ezek mind magas szénhidrát tartalmúak. Zsiradékok ö, szerepe a táplálkozásban. A zsírok nélkülözhetetlenek a táplálkozásban, mert vitaminok oldószerei és létfontosságú zsírsavak hordozói. A zsirodékok állati és növényi eredetűek lehetnek. Szerepük energiát adnak, hőszigetelők, belső szerveket védik, a zsírban oldódó vitaminok, A, D, E és K vitaminok oldószerei. Tartalék tápanyagok. Az egészséges táplálkozás alapelvei szerint jó, ha a felvett energiánk 30%-a zsírból származik. Napi szükséglet 50-60 g, per nap. Egy gram zsiradékból ugye 38,9 kJ energia származhat. Tehát egy gram zsír 38,9 kJ energia származhat belőle. Az étkezési zsiradékokat alkotó zsírsavak kémialiak alapvetően két nagy csoportba oszthatók. Telített vagy telítetlen zsírsavakra. Táplálkozás tudománya foglalkozó szakember szerint egészségesebbek azok az élelmiszerek, amelyekben telítetlen vagy többszörösen telítetlen zsírsavak találhatóak. Telített zsírsavakból állnak a zsírok. Közös jellemzőjük, hogy nehezen, Emésztetőek lassan szívódnak fel, Kevésbé értékes a táplálkozás szempontjából, szobahőmérsékleten szilárdak. A sok telített zsírsavat vagy zsírt tartalmazó élelmiszerek, ugye a sajt, magas zsírtartalmú tej, tejszín, vaj és zsíros húsok. Növelik a vérzsír és koleszterin szintjét, emelve ezzel az érelmeszesedést, a magas vérnyomás betegség, és a szívbetegség kialakulásának kockázatát. Táplálkozás szempontjából értékesebbek a telítetlen zsírsavakból álló olajok. Könnyebben emészhetőek, gyorsabban szívódnak fel, egyes fajtáik eszenciális, tehát nélkülözhetetlen zsírsavakat tartalmaznak. A zsírszerű anyagokhoz soroljuk például a tojás sárgájában lévő lecitint, mely a kiegyensúlyozott idegrendszer és az agytevékenységben játszik fontos szerepet. Védő tápanyagok. A védőtápanyagok a szervezet egészséges működéséhez nélkülözhetetlenek. A védőtápanyagokhoz soroljuk a vitaminokat és az ásványi anyagokat. A vitaminok a kis mennyiségben van szüksége az emberi szervezetnek, de hiányuk esetén betegségek léphetnek fel. Az emberi szervezet nem tudja előállítani, ezért készen kell megkapnia. A vitamin hiányos táplálkozás jellegzetes tünetekkel fellépő kóros állapotot idéz elő. A szervezet ellenálló képessége csökken. Tartós hiányok esetén súlyos anyagcsere zavarok lépnek fel. Hiánybetegségek alakulnak ki, például angolkor, skorbut, farkasvakság, Ugye az A vitamin miatt, a skorbut ugye a C vitamin, volt, C vitamin hiánya miatt volt, az angorkor pedig a D vitamin hiánya miatt következett be. Elnevezésük általában az ABC nagybetűvel történik. Ugye A B1, B2, B6, B12, C, D, E. Tehát 13 ismert vitamin létezik, de valószínű még több vitamin és vitaminszerű anyag vár felfedezésre. Korszerű táplálkozás esetén az élelmiszerekben kellő mennyiségben megtalálhatók. Különféle élelmiszerek más-más vitaminokban gazdagok, ezért legjobban egy változatos étrenddel biztosíthatjuk hogy szervezetünk minden szükség és vitaminhoz hozzájusson. Pótlásuk lehetséges különböző készítményekkel, gyógyszerek, pesgőtabletták, táplálékkiegészítők. Megkülönböztetünk zsírban és vízben oldódó vitaminokat. Az A, D, E és a K vitamin zsírban oldódnak. A, D, E és a K vitamin ugye Zsírban oldódik. Ezek a zsírszövetekben és a májban tárolódnak, amíg nincs rájuk szükség. A zsírban oldódó vitaminok túladagolhatóak. A vízben oldódó vitaminokat nem tudja a szervezet tárolni, ezért folyamatosan gondosnak adni kell az utánpótlásukról. A felesleges mennyiség a vizelettel ugye kiürül. A legjobb vitaminforrás a friss zöldség és a gyümölcs. A D és K vitamin szervezetünk is előállítja, ugye? Ugye a D meg a K vitamint állítja elő a szervezetünk. Az ásványi anyagok a föld kérgében és a kőzetekben előforduló kémiai elemek. A növények a gyökereink keresztül felveszik a talajból a tápanyagot, az állatok pedig megeszik a növényeket. Mivel az ember növényeket és állatokat is fogyaszt, így a mi szervezetünkbe is bekerülnek az ásványi anyagok. Valamennyi élelmiszercsoport tartalmaz valamilyen ásványi anyagot. Fő forrás az ivóvíz. Kémiai felépítésüket tekintve, szervezetlen vegyületek az élelmiszerben vagy élelmiszerekben nem elemi, hanem ionos állapotban sók formájában találhatóak meg. Az ásványi anyagok, anyagokat más néven bioelemeket a szervezet szükséglete alapján három csoportba sorolhatjuk. A makroelemekből a napi szükségletünk gramban fejezhető ki, tehát nátrium, kálium, kácium, magnézium, foszfor és klór. A mikroelem tehát a mikroelemekre igen kis, tehát milligramnyi mennyiségben van szüksége az emberi szervezetnek. Tehát például vas, réz, cink és jód. Az ultra mint a kobalt, króm és a szilícium napi szükséglete pontosan ma még kevésbé ismert. Jelentősebb makroelemek. A leggyakrabban előforduló elemek, például a kácium, a magnézium és a foszfor az erős, egészséges csontozat kialakulásában és megőrzésében játszik fontos szerepet. A réz elősegíti az enzimképződést, a cink védelmet nyújt a fertőzésekkel szemben. Minden sejtükben megtalálható. A magnézium sok értékű biológiai feladatot lát el. Hiánya idegrendszeri zavarokat okozhat. A nátrium a szervezetben létfontosságú szerepet tölt be. Elsősorban a só és a vízházszortásban nagy jelentőségű. Ez az egyetlen ásványi anyag, melyet rendszeresen fogyasztunk, főleg állati eredetű táplálék és konyhasó formájában. A túlzott sófogyasztás káros, mivel a vesét és a keringési rendszert nagyon igénybe veszi. Néhány szerves fegyület a nátrium származékát a mindennapokban is használjuk mint például a nátriumglutamátot, mely ízfokozó szer. A krisztalózt édesítőszerként, mely a szacharin nátrium sója, vagy a nátriumbenzóát, mint tartósítószert. Járulékos anyagok A járulékos tápanyagok azok a természetes vagy mesterséges anyagok, amelyekkel kellemesebbé teszik az élelmiszerek ízét, illatát, színét, kedvezőbbé az állományát, növelik az árupiaci eladhatóságát, eltarthatóságát. Jelenlétük élettani szempontból nem szükséges, azonban kedvezően befolyásolják a táplálékok hasznosulását, és ugye növelik az élvezeti értéküket, előnyösen befolyásolják az élelmiszerek minőségi tulajdonságait, csoportosítások, ugye íztadóanyagok, cukrok, szacarin, konyhasó, citromsabb, koffein, kapszacin, illatanyagok, például illóolajok, színanyagok, karotin, sárgarépa, sütő, tök és a likopin, tehát a paradicsom, klorofin, zöld növények, kapszatin, piros paprika, antociánok, tehát a cékla és a vörösból, állományjavító és módosító anyagok, például pektin, gelatin serkentő anyagok ugye a koffein és a tein. A gyártónak a termékek csomagolásán kötelező feltüntetni, ha az élelmiszerekhez bármilyen járulékos anyagot adtak. Ez egy nemzetközi előírás. Például ilyen felirat mesterséges színezékkel színezve. Természetazonos aromát tartalmaz. Természetes eredetű íz vagy szag szín állományjavító anyagot tartalmaz. Fel kell tüntetni az adalékanyagok nevét vagy jelét és mennyiségét is, mert allergiát okozhatnak. Egységes jelölés az E betű és a háromjegyű szám. Például E210. Benzone, ö, benzoensav e 160 az a karotin. Az E betű Európa utal a mesterséges eredetű járulékos anyag jelentésére. A három szám pedig arra, hogy színezékről, tartósítőszerről vagy valamilyen adalékanyagról van szó. Csoportosításuk ugye hatás szerint van, vannak az íztadóanyagok, például cukrok, szacharin, konyhasó, citromsav, koffein, kapsz és a tein. Illatanyagok, például illóolajok, színanyagok, például karotin, tehát sárgarépa répa sütörtök. Likopin, paradicsom, klorofin, zöld növények, ezek a színanyagok. Ide tartozik még a kapszantin, tehát piros paprika, antociánok, tehát cékla vörösból, és van ugye még az állományjavító és módosító anyagok, például a pektin és a zselatin. Akkor vannak még a ballasztanyagok. A ballasztanyagok azok az anyagok, amelyeket táplálékunk tartalmaz, és az emberi szervezet nem tud közvetlenül hasznosítani. Ezek a vegyületek különösebb változás nélkül haladnak át a tápcsatornán. Jelentőségük azért fontos, mert fokozzák a lakotság érzését, és elősegítjük a bélmozgást. Ide soroljuk a növényi rostokat, mint például cellulóz, tehát zöldséggyümölcs héja, az ugye cellulóz tartalmaz, vagy az állati eredeti termékek porcos részei, kötőszövetei, inak stb. Túlzásba sem szabad vinni ezen anyagok fogyasztását. A szervezet zavartalan működéséhez a különböző tápanyagok rendszeres utánpótlására van szükség, amelyet a táplálkozással kell biztosítanunk. Figyelni kell a bevitt tápanyagok megfelelő mennyiségére és kedvező arányára, mert csak így lehetséges az egészséges fejlődés és a munkavégző képesség. És nagyjából szerintem ennyi is ez a témakör, úgyhogy következő videóban majd folytatjuk az élelmiszer tartósítás módszereivel. De addig is, sziasztok és további jó tanulást!